A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Nagyszerű első fél időt produkált a csapat, gyönyörű gólokat szereztünk, és nagyon-nagyon egybe volt az első fél időben. A másik fél időt is érzésem szerint nagyon jól kezdtük. Két nagyon nagy helyzetünk volt, amiből lehetett volna gólt szerezni. Kapus bravúrnak köszönhető volt, hogy nem lett meg a negyedik. Utána pedig taktikusan játszottunk, és nagyon-nagyon akarta a csapat ezt a sikert. Hihetetlenül megdolgoztak a játékosok. Nagyon nagy boldogság számunkra, hogy már a második két gólos győzelmünket tudjuk aratni, és rettentően büszke vagyok a csapatra, óriási mérkőzést. És nagyon örülök a közönségnek is, hogy egyre a számban is növekednek, de a hangjuk az nagyon-nagyon erős volt, és ebben nagyon-nagyon bízom, hogy ez mérkőzésről mérkőzésre emelkedni fog, és hiszem azt, hogy mi itt a haladásnál bebizonyítjuk, hogy lehetnek itt azért az NB1-es mérkőzésen is nézők, és szerethetik ezt a focit, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy klub összefogással és a soproniakkal egyetembe itt ki tudjuk csábítani a NB1-es mérkőzésre majd a soproniakat, de ma már ez nagyon-nagyon klassz volt, itt abszolút lehetett érezni, hogy ez most egy hazai pálya volt számunkra.